60 milliós beruházás. Nyár végére megújul a Liszt iskola tornaterme. Változás. Több könyvtár állományát összevonják. Zakó. Az apa neveléssel folytatódott a zalaegerszegi kortárs művészeti fesztivál. Ez az a zalaegerszegi televízió híradója, jó estét kívánok, H. Horváth Gyula vagyok. 2022. június 29-e szerda van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Megszépül a Liszt iskola tornaterme. A létesítmény nyár végére teljesen új belső teret kap. Kicserélik a burkolatot és a lelátót is. A munkálatok kivitelezője a Zalahép Kft. A 60 milliós beruházás az ETR röplabda klubjának sikere. A sportegyesület TAO forrásra pályázott és nyert. A 3 millió forintnyi tervezési és hatósági díjakat az önkormányzat fizette. A röplabdások azért ezt az intézményt választották, mert a Liszt iskola a zalaegerszegi röplabdának évtizedek óta fontos helyszíne, tájékoztatott Dala Bernadett egyesületi elnök, a pályázat írója. A Liszt iskola korábban Kilián néven mindig is a röplabda fellegvára volt, tehát itt még a kezdetekkor NB1-es csapat is edzett és mérkőzése volt. Az utánpótlás mindig is innen jött a 70-es, 80-as években is. A korábbi elnökünk Márta Attila is itt kezdte meg röplabda pályafutását általános iskolásként, és korábban erről a felújításról nagyon sokat beszéltünk, mert ugye itteni röplabdásként neki ez így szívecsücske volt ez az iskola, úgyhogy igazából ezért esett a választásunk a Liszt iskolára. Nagyon sok utánpótláskorú gyerekünk innen kerül ki. Az ETR Röplabda Klub szeretné, ha a tornaterem helyet adna edzéseknek és utánpótlás mérkőzéseknek is. Ennek megfelelően ősztől az iskola és a sportolók megosztva használnák. Az ötletet a tankerület is örömmel fogadta. Nagyon jó feltétel, hogy itt most kaptunk egy támogatást, olyan szintű támogatást, hogy TAO forrás igénybevételével sportegyesület felújítja a tornatermet, amit délelőtt mi fogunk használni, illetve délután pedig ők fognak edzésekre használni. Nekik azért is jó, mert van egy iskola, ami gyakorlatilag az utánpótlás bázisuk is tud lenni hosszú távon, és ezáltal gyakorlatilag a röplabda az egy kiemelkedő sportág lesz itt Zalaegerszegen. Nyáron a zalaegerszegi tankerületi központhoz tartozó valamennyi, azaz mind a 42 intézmény különböző mértékben ugyan, de megújul. Tisztasági festés mindenütt lesz. Jelentősebb változásra a Petőfi és az öveges iskolások számíthatnak. A Lisztben zajló munkálatok befejezésének határideje augusztus 31-e. Zajlik az Adi utca rekonstrukciója. Az első ütemben az ivóvízvezeték rekonstrukciót végzik, várhatóan október végéig. A munkálatok az Adi, a Petőfi és az Ötvös utcák közötti szakaszt érintik, ezt követően a burkolat felújítás során a meglévő csapadékcsatornát újjáépítik, illetve a társasházak csapadékvíz elvezetésére segédgerinc csatornát is létesítenek. A közlekedők forgalmi rendváltozásra számíthatnak, a kivitelező köszöni a megértést és a türelmet. Újabb változás előtt áll a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár, ahol a munkatársak több gyűjtemény virtuális egyesítésén dolgoznak. Cél, hogy az olvasók egy beiratkozással minden szolgáltatást mindenütt elérjenek. Az idevezető folyamat 2013-ban kezdődött, amikor a Deák téri és a Landorhegyi könyvtárat összevonták. A kertvárosit 2016-ban csatolták hozzájuk. Egy fontos lépés azonban még hiányzott. Most értünk el az utolsó fázishoz, amikor egyesítettük az adatbázisunkat, ami azt jelenti, hogy a könyvek és egyéb dokumentumoknak, illetve az olvasóknak az adatbázisát egy közös adatbázisba fogjuk a továbbiakban kezelni. Ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve egy beiratkozással, egy olvasójeggyel a három nagy könyvtárat, a Deák, a József Attila és az Apácai könyvtárat lehet használni azonos feltételekkel. Előtte ellenőrzik az Apácai tagkönyvtár állományát, ahol júliusban bezárnak, hogy a munkát elvégezzék. Ezután az úgynevezett TextLib programban már mindhárom intézményegység adatai megjelennek.
Körülbelül olyan 330 ezres dokumentumállomány áll innentől kezdve mindenkinek a rendelkezésére. Ugye eddig külön kellett az apácaiba beiratkozni, mert egy másik adatbázisba kezeltük az ottani olvasókat. Innentől kezdve egy olvasójegyet kell váltani, és azzal a város bármelyik könyvtárát lehet használni. Az új rendelkezés augusztus elején lép életbe. Fontos tudnivaló még, hogy nyáron a belvárosban, hétfőtől szombatig, a József Attila Városi Tagkönyvtárban pedig hétfőtől péntekig várják a látogatókat. Az Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivállal megkezdődött a Kvártéház nyár 16. évada. Lengyel Tamás Kitolás apanevelés kezdőknek és haladóknak címmel tartott önálló estet az 1765-ben emelt belvárosi műemléke épület udvarán. És aztán ez a csodálatos gyerek néhány hónap intenzív fekvőedzés után el is indul, hogy mindazt, amit a semmiből építettél föl, azt a földdel tegye egyenlővé. De higgyétek el, ez nem is annyira szörnyű. Szili László 2003-ban azonos címmel kiadott könyvét Horváth János Antal dramaturg, forgatókönyvíró állított a színpadra. A próbák során a rendező és a színész a babavárás és gyermeknevelés terén szerzett friss tapasztalatait is beleszőtte a darabba. Akkor még szerintem az emberek nem jártak ilyen intenzitással mindenféle szülésfelkészítő tanfolyamra, mint ahova mi már ellátogattunk gyakran Jánossal, illetve ő a saját feleségével, én az enyémmel. Tehát ezek ugyanúgy belekerültek az előadásba, de egyébként abszolút hátfedésben van. Úgyhogy én ugyanezeket éltem meg a feleségemmel, ugyanígy érzékeny volt a szagokra, ugyanúgy kitört rajta a lakás átalakítási vágy, tehát minden ugyanúgy történt, mint ahogy Szili László fogalmazta a könyvében. A július 2-ig tartó művészeti fesztiválra sokszínű programot állítottak össze. Vasárnap Cseh Tamás és Csengei Dénes kevésbé ismert dalai hangzottak el Beck Zoltán és Szűcs Krisztián előadásában. Hétfőn Grecsó Krisztián Vera című regényének színpadi változatát mutatta be a Kőszegi Várszínház. Mindenképpen szeretünk olyan előadásokat hozni, amiknek vagy a formanyelve, a színházi formanyelve, vagy pedig az előadás irodalmi szövete olyan, hogy fontosnak gondoljuk a jelen pillanatban, tehát hogy kortárs. Nem sokkal híradónk után Takács Bence Kortárs-e a kortárs című műsorával lép fel a Kvártéház udvarán. Csütörtökön az Elmancik produkcióját láthatja a közönség. A Veszprémi Petőfi Színház a költő életművét bemutató Pilinszky 100 című darabbal érkezik. A művészeti fesztivált a Pacal ideje című gasztró abszurd zárja. A Zalaegerszegi Közgazdász Képzés 50 éves jubileumi ünnepség sorozatára készül a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja. A programsorozatot július 13-a és 15-e között rendezik. Az egykori hallgatókat és az érdeklődőket nosztalgia tanórákkal, nosztalgia buszjárattal, kulturális és szakmai előadásokkal, fotókiállítással és egy központi ünnepséggel várják. A további információk és a regisztrációs felület a Zalaegerszegi Egyetemi Központ honlapján érhető el. Véget ért az iskola, ezért elkezdődtek a nyári táborok Zalaegerszegen. Így a Csúzda Parkba is hetente indulnak turnusok. A rekenő hőségben a hullámmedencézés nem csak jó móka, a hűvös medence közelében a gyerekek bármikor lehűthetik magukat. Országszerte harmadfokú riasztás van érvényben. Ilyenkor a strandon táborozóknak van a legjobb dolga. Levetköztünk, és utána leterigáltunk, és megtanultunk húzni, és most fürdünk. Nagyon jól érzem magam, meg még fürdök, játszok, és ugrálok. Fürdünk, csúszdázunk, hullámba bemegyünk, meg medencézünk, csúszdázunk, és ennyi. Az előrejelzések szerint a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig 31-36 fok között alakul, néhol 39 fok is lehet. Ez különösen megterhelő még a vízpart közelében is, ezért a legmelegebb órákban bent játszanak a gyerekek. Hétfőtől péntekig tart, reggel 8-tól délután 4-ig, és hát a fő program az ugye a,
a strandolás gyerekmedencében. Délutánonként benti szabad foglalkozás lesz, társas, foci az árnyékban, vagy filmnézés. Az időjárásra tekintettel a Nemzeti Népegészségügyi Központ javasolja, hogy senki ne legyen 11 és 15 óra között a tűző napon óvintézkedések nélkül. Erre a szabadban dolgozók és a kültéri rendezvények résztvevőinek kiemelten figyelni kell. Vakáció címmel szünidei programnyitóra várta a gyerekeket a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ. A résztvevők a játék lehetőségek mellett hasznos tudásra is szert tehettek. A szombati eseményt két év kihagyás után rendezték meg újra az Apácai téren. A szervezők elsődleges célja a közösségépítés volt. Intézményünk számára nagyon fontos, kiemelten fontos, hogy az elmúlt évek során elmaradt rendezvényeket pótoljuk, és a közösségeinket újból építsük. Most ennek az eszköze lenne ez a vakáció elnevezésű rendezvény. A gyerekeknek és a szülőknek szeretnénk tartalmas, a szünidő kezdetére tartalmas programot nyújtani. Ehhez mások mellett ügyességi feladatokat és kézműves foglalkozásokat kínáltak. A legnagyobb vonzóerő azonban egy különleges kincskeresés volt. Kalózhajó, papagáj, távcső is ott a kincs. Sándor Dániel itt az állomásokat sorolja. Őt, ahogy később még sokakat, a jól elvégzett munka jutalmaként a kalózok a központ munkatársai jutalmazták meg. Nézzük meg ezt a kincses papírt. Ó, az első megvan! A rendezvény alkalmat teremtett arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek az életmentés legfontosabb tudnivalóival. Ez újraélesztés oktatással történik. Én azt gondolom, hogy minél fiatalabb életkorban fontos arról beszélni, hogy mi történik, hogyha valaki bajba van, hogy kell mentőt hívni, és hogy mit kell tenni ilyen esetekben. A vakációra ellátogattak a mentők és a tűzoltók is. Programjuk népszerűnek bizonyult a családok körében. De ez a foglalkozás, ez olyan, mint egy munka, de azért nem munka, azért. A gyerekeknek ugye kikapcsolódása, kincskeresés, meg az itteni programok. Szerintem az ugrálóvárat várták a legjobban, de azt nem tudom, hogy most van-e. Meg hát az ilyen, az ilyen programokat, ami ugye a tűzoltósági, meg a rendőrautókat, hogy megnézzék. Az esemény zumba bemutató színesítette, melyhez a résztvevők is csatlakozhattak. Betlehem Dávid az ötödik helyen végzett a nyílt vízi úszók 10 kilométeres férfi versenyében szerdán a Lupatavon zajló világbajnokságon. A mindössze 18 éves sportoló korábban a zalaegerszegi színekben is szép eredményeket ért el. Kriszti Manzinga személyében franciaországi születésű kongói származású támadót igazolt az ETE. Az északír bajnok Linfieldtől érkező játékos hosszú távú megállapodást írt alá, derül ki az NB1-es zalai labdarúgó csapat hivatalos honlapjáról. A 27 éves középcsatár francia csapatokban töltötte utánpótlás éveit, 2016-ban Belgiumba került, ahol alsóbb osztályú klubokban futballozott, majd a skót Motherwell érintésével 2020-ban került a Linfieldbe, amellyel két alkalommal bajnoki címet ünnepelhetett. Karrierjében az elmúlt év hozta meg az áttörést, a 2021-22-es idényben 17 bajnoki góllal a Linfield házi gól királya lett, és tavaly a kapuba talált a BL, illetve az EKL selejtezőben is. Június 30-án csütörtökön a válogatás Kazi, avagy a Szomjas fiúk tolják a kakaót című produkciót tekinthetik meg. A Zakó, azaz a zalaegerszegi kortárs fesztivál nézői az Emancik Színházi Manufaktúra előadásában. A 80 perces előadás gyerekkori naplók, levelezések, versek és felnőttként megfogalmazott reflexiók segítségével keresi a választ arra, hogy kik voltunk, vagyunk és hogyan lettünk azok, akik. A közönség Tar Juditot, Dobra Máriát, Sárközi Nagy Ilonát és Szirmai Melindát láthatja a színpadon. A rendező Máté Zsolt volt. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. 60 milliós beruházás. Nyár végére megújul a Liszt iskola tornaterme. Változás. Több könyvtárállományát összevonják.
Zakó. Az apaneveléssel folytatódott a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivál. Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2022. június 29-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!